Zenés ünnepséggel és versekkel adták át a kétszeresére bővült gyermeksegítő kuckót az SOS gyermekfaluban Kecskeméten. Újjárné Erdei Tímea, a gyermekek átmeneti otthon intézmény vezetője elmondta, a program 2015-ben indult 12 férőhelyjel, és az elmúlt 3 évben 100 gyereknek és szüleiknek tudott átmeneti segítséget nyújtani. A kuckó a krízis megoldásáig maximum 1 évig lehet segítségére a családoknak, de ennél jóval rövidebb ideig, átlagosan 3-4 hónapig szokták igénybe venni a támogatást. Az átmeneti otthon bővítésére a magas igények miatt volt szükség, a várólista mindig tele volt. A leggyakrabban lakhatási probléma vagy megromlott kapcsolat miatt igényelték a férőhelyeket. Előfordult, hogy bántalmazott anya gyermekeivel vagy a szüleivel összeveszett kamaszkért segítséget. A bentlakók 90%-ának segített a kuckó abban, hogy a gyermekek ne kerüljenek kiemelésre, így a család együtt maradhatott a krízis helyzet ellenére is. Kis Gergely, az SOS Gyermekfalu Program területi igazgatója megköszönte a segítséget. A bővítés Kecskemét, Cegléd és Törökszent Miklós önkormányzatának támogatásából valósulhatott meg. Az intézményben most már 24 gyermeknek és szüleiknek tud majd segítséget nyújtani az SOS Gyermekfalu.